Szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket. Ez alkalommal tesbites illéssel fogunk foglalkozni, az élete történetével, hogy hogyan volt jelen Isten az életében. Most akkor a Királyok első könyvét keressük ki, a 17. fejezetet. Tehát az Ószövetségi Bibliában találjuk Királyok első könyve, 17. része, és ebből néhány verset olvasunk el. Tehát kezdem itt az első verssel. A Gileádban lakó tisbei Illés ezt mondta Ahábnak. Az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Azután így szólt hozzá az Úr igéje, eredj el, menj el, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit-patak mellett a Jordántól keletre. Most ezt majd folytatjuk, de itt mindjárt kezdjük az első versnél. Itt két személyről van szó, Illés prófétáról és Ahábról, Aháb királyról. Ez a név, Illés, magyarosan így hangzik, hogy Illés, de hát tulajdonképpen így hívták, hogy Éli, Éli. Éli az azt jelenti, hogy én Istenem, Istenem, én Istenem. És amikor Jézus a Golgotai kereszten imádkozott, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, akkor az emberek hallották ugye arámul ezt a nevet, és azt mondták, na, megtört, bajba van, kéri Illés, hogy jöjjön segítségül. De Jézus Krisztus nem Illéshez imádkozott, hogy én Istenem, hanem ő neki az atyával volt közössége, és a megváltás véghezvitelére készült. Nos, hát ez egy csodálatos név, általában úgy adták régi időben, legalábbis Izraelben az embereknek a nevet, hogy annak a személyével, az életével szoros kapcsolatban is volt. Tehát Illés életében Isten személyesen jelen volt, és személyes ura lett. Isten az ő istene volt, ő pedig az Isten tulajdona volt. Egy proféta volt, aki egy rendkívüli időben élt. Ez a másik személy pedig Ahábnak nevezik, aki hát izraeli király volt, de sajnos egy pogány nőt vett el feleségül, aki nem azon a hitbeli meggyőződésen élt, mint Aháb király, hanem amit az ő népe körében imádtak, ugye a Baál kultusz, nagyon elterjedt ott, ahol a királynő lakott, élt a népe körében, és ő hozta Izrael földjére. Ő egy nagyon nagy missziót végzett a maga szemszögéből. Elvárta, hogy a Baálhoz imádkozzanak. A Baál az a férfi isten volt, a női isten pedig Astarót, Astarót felesége, Astarót a női isten.
és hogy hát az Illés napjaiban nagyon előtérbe jutott a Baál kultusz, úgyhogy üldözték azokat, akik az egyistenbe hittek. És már Illés egy napon el is csüggett a Baál kultusz terjedése miatt, de az Úr mégis megvigasztalta őt, hogy vannak, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Tehát a Háb király nagyvonalú volt, lépett egyet, és hátat fordított a atyai örökségnek, az egyistenben való hitnek, a náluk, az ő otthonában, a királyi palotában a Baál volt az Isten, meg Astarót. És hogy Illésnek is nehéz napjai voltak, annyira agresszív vallás volt ez, hogy üldözte például a prófétákat, úgyhogy egyik ember egy barlangba mentett meg néhány prófétát, kenyér és víz jutott csak nekik. Úgyhogy Illés egy nehéz időben volt, úgy tűnt, hogy az egyisten hit az végleg megszűnik, és eluralkodik a Baál kultusz. Ma napjainkban is vannak azért ilyen problémák és harcok, de most hát erre nem akarok kitérni. Igen, itt az első verset, ahogy olvastuk, valóban kitűnik, hogy Isten ítélete az, amit Illés szól Akhábnak és a háza népének, de érintette egész Izraelt, hiszen ha a király idegen isteneket imád, a Baál kultuszt, akkor nyilván, hogy az alattvalói is ezt teszik. És éppen ezért az Úr, hogy a népet megállítsa és elgondolkozzon, hogy honnan is jön az áldás és miről is maradnak le, egy ítéletet közül Illéssel keresztül, Akhábnak, személyesen a királynak, hogy sem harmat, sem eső nem lesz, csak az Úr beszéde szerint. Ez egy nagyon nagy ítélet volt, hogy harmat sem lehetett, hiszen Izraelbe a hajnali harmat éltette a növényeket, és a búzát, és a kenyeret, amiből a kenyér lett, és ez egy nagyon nagy ítélet volt, és az ítélet érintette Isten népét is, akik nem szolgáltak a Baálnak, és érintette Illést is, az ő szolgáját, és az ő szolgáit, akik Isten előtt álltak, a próféták. Az ítéletes időben a hívő ember is ugyanúgy átéli az ítéletnek a nyomorúságát, mint a nem hívők, vagy azok, akikért bekövetkezik az ítélet. És az Úr szólt Illésnek önmagára nézve is, hogy hogyan kívánja megmenteni, ezt a második, harmadik és következő versekben olvassuk, és ami ebben csodálatos, hogy az Úr a nyomorúság idején folyamatosan vezette Illést, folyamatosan beszélt hozzá. És ez nagyon fontos, hogy az életünkben ne csak egyszer-egyszer értsük meg Isten szavát, az ő igéjét, hanem hogy folyamatosan, naponta közösségben legyünk vele. Illés olyan közösségben élt az Úrral, hogy az Úr naponta tudott vele folyamatosan szólni, tudta őt folyamatosan vezetni, és tudta megadni mindazt a legnagyobb szárazság idején, amikor harmat sem volt, amire a mindennapi életben szüksége volt, nem csak neki, hanem az övéinek. Mit is mondott az Úr Illésnek a harmadik versben ezt olvassuk, menj el innét napkelet felé, és rejtezz el a Kérit patakja mellett,
mely a Jordán felé folyik, és majd a patakból lesz néked italod, a holloknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott, a negyedik versben. Itt, ami nagyon hangsúlyos, hogy elrejtőzni a nyomorúság idején, az Úr is ezt mondja, azért viszlek a Kidron patakja mellé, hogy te ott elrejtőzhess a nyomorúság idején. Mindig van Kidron patakja a legnagyobb nyomorúságban is, ahol elrejtőzhetünk, és akiben igazán elrejtőzhetünk a legnagyobb nyomorúság idején, az a Krisztusban való elrejtőzködés, a kősziklába való elrejtett hely. Az Úr készít, tehát Illésnek is rejtek helyet a gonoszsággal szembe, a bálványokkal szembe, az ellenséges indulatokkal szemben, akik az életére törtek, és az Úr készít mindenkor rejtek helyet minden ember számára. Én sok nehéz időt megélhettem az életem folyamán, és mivel egészen korán az életemet a megváltó Jézus Krisztus megszólította, és én örömmel adtam neki, ezért megtanította arra az Úr, hogy mindig rejtőzzem el benne. És a legnagyobb nehézségek, támadások, nyomorúság, betegség idején is Krisztusban tudtam elrejtőzni, és akkor az Úr nem csak hogy megtartott, hanem táplált is. Mit is mondott a negyedik vers, hogy a patakból lesz néked italod, a holloknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. És én itt az otton nagyon nagy hangsúlyt érzek. Ott a meghatározott helyen gondoskodott Isten Illésről. Mégpedig úgy, hogy a patakból ragyogó friss vize volt, amit ihatott korlátlanul, és megjelentek reggel a hollók, mert az Úr parancsolt nekik, hogy táplálják Illést. A következő 5. versben azt olvassuk, hogy elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el, odaérve letelepedett a Kérit patak mellett a Jordántól keletre. Itt a hitből való engedelmességet látjuk, és ez nagyon fontos mindenki számára, az én számomra is, hogy az Úr beszéde szerint járjunk el, és Illés meg tudta tenni, elment a Kérit patakjához, és ott leült a patak mellé. Az Úr azt mondta, hogy menjen oda, nem neki kellett bármit is előteremteni, várt az Úrra, hitből való engedelmesség. Csak az engedelmesek látják meg Isten csodálatos művét, nem csak a tervét. Isten beszéde szerint tett, elment arra a helyre, amit az Úr mondott neki, leült a patak mellett, és bizony ott nem látszott semmi más, a nagy békességen kívül még a hollók sem károgtak előre, hanem hittel várta, hogy az Úr mit fog cselekedni. És akkor a 6. versben olvassuk, és a következő versekben, hogy a hollók hoztak néki kenyeret, és húst reggel és este, és a patakból ivott, hogy az Úr csodálatos módon parancsolni tud a teremtett világnak, a madaraknak és a hulloknak is kenyeret vittek Illésnek. Hogy a kenyeret onnan szerezték, azt nem tudni, de én tudok egy nagyon kedves igazi történetet. A Neszmélyi árvaházban, ahol a háború idején is neveltek gyerekeket, néhány tyúkjuk maradt meg,
és nagyon nagy szükség volt a tojásra, hogy a gyerekeknek meglegyen az ételük, de nem volt kukorica. És volt egy kutyus, akit Hektornak hívtak, és minden reggel megjelent a kutya egy cső kukoricával, és letette az árvaház ajtajába. És amikor kinyitották a diakonissza nénik az árvaház ajtaját, meglepődtek, mert ott volt a cső kukorica, Hektor hozta. És mind addig, amíg nem volt az első kukorica aratás, kukorica törés, addig Hektor egy darab kukorica csövet hozott, ami elég volt annak a néhány tyúknak, amelyik aztán hűségesen tojta tojást. Így lehettek ezek a hollók is, az úr parancsolt, és hozták a kenyeret és a húst reggel és este. Bőségben volt illés, nem csak egyszer evett, hanem az úr kétszer is táplálta őt. És én úgy gondolom, hogy ha az életünket az Úr Jézus Krisztusra bízzuk, akkor az Úr táplál bennünket. Nagyon szeretem az árvák atyáról szóló történetet. Müller Györgynek hívták, aki 2000 árva gyereket nevelt fel az élete során hitből és imádságból, és megfogadta, hogy soha embereknek nem mondja el, hogy mire van szükség, mert Isten az árvák atya. Ő ezt olvasta a Bibliából, és ezt hitte, Isten szavára ráállt, és az Úr naponta gondoskodott sok száz gyerekről, hogy legyen élelmük, ruházatuk. És ha az életünket Krisztus szolgálatába adjuk, akkor az Úr gondoskodik rólunk. Amit ő megígért, azt ő megcselekszi. És ha az engedelmesség megvan bennünk, hogy az ő szava szerint járunk, akkor naponta megtapasztaljuk ezt az ő gondviselő szeretetét, amit Illés is megtapasztalt. Aztán ugye jön a 7. vers, ott pedig ugye ezt olvassuk. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje: kelj föl és menj el Szidonhoz tartozó Sareptába, stb. De maradjunk itt ennél a száraz pataknál. Igen, én itt úgy gondolom, hogy Illésnek is ugyanazt át kell élni, és minden hívő embernek és hitben járó embernek azt a szorultságot és nyomorúságot, azt az élethelyzetet, az éhezést, a szomjúságot, amit a körülötte élő emberek is átéltek, és amíg ott volt Illés, látta, hogy minden nap kevesebb lesz a víz a patakba, és egyszer csak kiszáradt. Szomjazott, és nem volt miből meríteni, hiszen kiszáradt a patak. Ezért Illésnek szorosan az Úrra kellett támaszkodni, hogy hogyan tovább, Uram. Mi az akaratod, és mi a terved? És még visszatérnék egy mondat erejéig, hogy tehát említetted, hogy a hívembernek is, hívember is ugyanúgy részesedik a szenvedésben, mint a nem hívember, de van egy történelmi időszak, amikor Izrael nem részesült a szenvedésben, amikor a 10 csapás volt. Igen. Az ő vízük tiszta maradt. És az életük megtartatott. Az Úr mindenről gondoskodott. Az ő földjük, Gósen földjén nem volt sötétség például. Egyiptomban volt sötétség, megkímélte az Úr a sötétségtől. Aztán persze az ő életükben is a történelem során, amint az Illés életében is, a szenvedés meg minden. De hogy van ilyen időszak,
lehet egy ember életébe, hogy az Úr megkíméli és kegyelmet ad. Igen, de én úgy gondolom, hogy az együtt szenvedés, Pál azt mondja, hogy ki sír, hogy én is ne sírjenék, és kinek van öröme, hogy én is ne örülnék, vagy ki szenved, hogy vele együtt ne szenvednék én. A hívő ember életében ott kell lenni mindenképpen ennek az együtt érzésnek, és ha valaki életében nincs nyomorúság és szenvedés, az kevésbé tudja megérteni a másikat. Itt Isten népe is ugyanúgy szenvedett, mint a pogány bálványok felé eltért nép, vagy uralkodók és hamis emberek, de a nyomorúságban mindenki részt vett. Illés az Urat imádta, és csak őt szolgálta, mégis átélte a szükséget, de a szükségben átélte, hogy az Úr az Isten, és hogy az Úrnak hatalma van a legnagyobb szükség idején is mindenkinek a szükségét betölteni. Hát igen, a pusztai példa az nagyon élénk, hogy a pusztába semmi nem termett meg. Mi többször is jártunk abba a pusztába, és azon a vidéken emlékül egy nagy tövis bokorból szakítottunk le, és a mai napig itt van a vázába, bár már pár év eltelt, vagy évtized azóta, mióta leszakítottuk, de a pusztába tövisen kívül semmi se termett. De az Úr gondoskodott az övéiről, mannát adott. És csak itt ott vad, púpos tevék rohangáltak. De milyen csoványok voltak, szegények. Úgyhogy hát nagyon érdekes az a puszta, ahol nem terem, ugye kősivatagnak is hívják, és fölforrósodnak a kövek a 40 fokos melegtől, aztán éjjel meg teljesen lehűlnek, úgyhogy nagyon kevés élet van ott. De az Úr ott is gondoskodik az övéiről, és a nyomorúság idején is van szolgálata a hívő embernek. Illésnek nagyon komoly szolgálata volt. Isten szavát hordozta az elhajolt, Istentől elhajolt emberek között, bátran, és az életére törtek, és azt akarták, de akkor is szólta. És nem csak másoknak prédikált, mert nagyon sokszor hívő emberek pontosan tudják, hogy a másiknak mit kell tenni, de önmaguknak nincs vezetésük, vagy a maguk életére rálátásuk. Ez egy óriási nagy kegyelem, hogy Illésnek adott az Úr a saját életére rálátást és vezetést, hogy mikor és hol van a helye, hol van a megtartatásának a helye, és ahol ő volt, ott mindenütt élet és áldás fakadt, és az emberek szíve visszatért az Úrhoz. Ennek az ítéletnek is volt célja, Isten azért engedte meg, hogy se harmad, se első ne legyen, hogy az emberek hozzáforduljanak, és hogy a nagy szükség idején aztán megtapasztalják, hogy Isten az, aki esőt és harmatot is ad, és megáztatja a földet és az ember életét is, meg tudja újítani. Ezért imádkozunk, hogy ebben a nagyon nagy lelki szárazságban, ebben a száraz időben, amiben most élünk, hogy az Úr adjon harmatot és adjon esőt, korai és késői esőt. Itt még megemlíteném azt, hogy Illés próféta és Aháb király találkozása az nem egy baráti találkozás volt, hanem az történt, hogy ugye Illés prófétának is barlangokba meg egyéb helyeken kellett rejtőzködni, mert Jézabel, Akháb király felesége, hát üldöztette, és azt mondta neki az Úr, hogy most mutasd meg magad Akhábnak. Tehát
ő nem hősieskedve állt elő, hogy hát megmutatom én, hogy milyen próféta vagyok, hanem az Úr készítette el, hogy megérezze Akháb király azt, hogy amit az Úr mond, az úgy lesz. Tehát, hogy az Úr bezárja az egek csatornáit, és az Úr megnyitja. Ebben az Úr kegyelmet adott a királynak, hogy meghallja ezt az üzenetet, és hogy visszatérjen az Úrhoz.